már tavaly is elsütöttem, hogy előre szólok, hogy nem magamról beszélek, de szilveszterkor sokan bocsátkoznak átgondolatlan ígéretükbe, ígéretekbe saját magukkal kapcsolatban, úgyhogy a következő percekben az újévi fogadalmak pszichológiájáról fogunk beszélgetni. Dr. Dorner László pszichológussal. Szia, köszöntünk a stúdióban ma este is. Köszönöm a kívást. Sziasztok. Hát mi állat a háttérben, hogy amiket olyan nagy lelkesen megfogadunk évvégén a szilveszteri buliban, utána azt mégsem tudjuk betartani? Hát ugye itt nagyon sok dolog lehet a háttérben, például előfordulhat az, hogy elsősorban másoknak akarunk megfelelni, és nem saját belső iránytünknek ebből a szempontból. Tehát ez azok számára lehet egy lehetséges irány, akik elsősorban tükrökben élnek, tehát hogy azt gondolják, hogy az ő érzelmi igazolásukhoz szükséges más emberek igazolása, ahhoz, hogy ők jól érezik magukat a bőrükben. Ez az egyik irány. Nagyon gyakran van önkontroll probléma ugye ez egy nagyon-nagyon fontos emberi készség egyébként, ugye a, 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 az empátiának is például egy nagyon fontos alapja, hogy képesek vagyunk az azonnali vágyainkat, impulzusainkat egy későbbi pillanat, egy későbbi cél érdekében késleltetni, és ez a késleltetés, ez egy rendkívül fontos ö, történet. A, a, Másik dolog az, ami nagyon gyakori, hogy túl általánosan fogalmazzuk meg ezeket a fogadalmakat. Tehát például azt mondjuk, hogy Jövőre jobb lesz az életem. Jövőre, nem tudom, le fogok fogyni. konkretizálni kell, sok, egy lebontva apróbb részletekre. Igen, igen. Tehát, hogy ez például egy nagyon-nagyon fontos történet. A másik dolog szerintem, amit nagyon fontos tisztázni, az a kelleknek a hatalma, hogy nem kell. Uh -huh. Hát, hogy, hogy, hogy azt nem hogy nekem fogadalmat kell tennem, olyan nincsen. Ez egy megfelelési kényszerből eredő történet. Ha belülről úgy érzem, hogy nekem az a konkrét cél, tehát a, a fogyás, a egészségesebb táplálkozás, a több valamilyen típusú testmozgás, vagy bármi, fontos, akkor tegyen meg, de ne azért tegyen meg, mert másoknak, és fontos, hogy ne azért tegyen meg, mert mások azt elvárják, vagy ne azért tegyen meg, mert mások ezt szokták tenni. Tehát, ha ez nem belülről jön, akkor nagyon kicsi lesz az energetizáló értéke magának a tevékenységnek. De mit fogadsz meg, Petra, általában? Azt, hogy jövőre nem fogadok meg semmit. <laughs> És ezt sikerül? <laughs> ezt tartani szoktam általában. Igen. És egyébként az önmagunkkal szemben támasztott elvárásoknak, irreális elvárásoknak mi lehet az oka? Hát én azt mondanám első körben az önismeretnek a, a, az alacsonyabb ö, szintjét, hogy például ö, például nem ismeri a saját érzelmi világát, gondolkodásmódját, esetleges erényeit, ö, ö, vagy ö, hátrányait az életben nem tudja ö, megfelelően a helyén kezelni. Uh, és ugye ebből az önismereti hiányból eredően például számos irreális elvárás lehet saját magával kapcsolatban, mert nem tudja magát hova elhelyezni. Tehát azt is mondanám, hogy egy stabil identitás érzés is nagyon fontos ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy... Igen, most ez van, és én szeretnék ezen változtatni, de ha véletlenül nem sikerül, és ezt már azért is mondom, mert, mert ugye az is egy fontos kérdés, hogy hogyan legyen viszont jó, ha, ha mégis valaki szeretne fogadalmat tenni. És az egyik ilyen történet az egyébként az, hogy ha hibázik, például közben nem tudja azt megcsinálni, akkor ne, ne gyalázza érte a saját magát, hanem mondja azt, hogy jó, megbotlottam, a lónak is négy lába van, mégis megbotlik, de nem baj, mert, mert megyünk tovább, csinálom tovább. Tehát ez az nem azt jelenti, hogy én egy gyenge ember vagyok, egy rossz ember vagyok, egy alkalmatlan ember vagyok, hanem azt jelenti, hogy volt, abban a konkrét megvalósításban nem sikerült, és érdemes végig hogy miért nem sikerült a halogatás is állhat a háttérben, hogy decemberben még oly távolinak tűnik az a bizonyos január, az új év minden kezdete, aki egészen odáig halogatta a problémáját, az elhatározását, hogy ez is egy ilyen halogatási trükk saját magunkkal szemben, hogy Igen. akkor kitűzzük a január, de tudjuk valahol milyen, hogy úgyse fogjuk el. Igen, ez lehet egy hárítás is egyébként, ugye, hogy valójában tudom, hogy vagy, sejtem azt, hogy mire oda kerül addigra, úgyse fogom tudni megvalósítani, és ez lehet tényleg az önbecsülés kapcsán is egy ilyen egy ilyen történet, ugye, hogy, 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 akkor igazolhatom végre magamnak, hogy tényleg nem vagyok jó, tényleg nem. Látod, még ez se sikerült. Csak erre megnyugt megnyugtató. És megnyugtató, és, és, valójában nem történik változás, mert pont az önismereti szinten ugye ott történik változás, hogy megértem a mélyét annak, hogy én miért csinálom ezt, miért halogatok, miért nem tudok nemet mondani egy azonnali jutalomra, és ha azokat megértettem, azokat tudom megváltoztatni, ez vagy, hát vagy egyedül működik, vagy terápiával, hogyha komolyabb a, a történet, és akkor utána már jobban tudok reagálni ezekre a helyzetekre aki mindig a halogatás csapdájába esik, annak esetleg mit ajánlasz? azt hogyan lehet leküzdeni, vagy elhagyni? Hát ugye egyik, onnan kezdeném, hogy az egyik része az ez az önismereti rész, ami lehet, hogy pszichológiai, például impulzuskontroll problémák esetén lehet ilyen, vagy komolyabb önkontroll problémák esetén. A másik része az egy inkább egy ilyen tervezési, szervezési rész, aminek egy része viszont tanulható. Tehát, hogy vannak olyan módszerek, például a Pomodoro módszer, mint időmenedzsment technika, Bullet Journal például, mint jegyzetelési technika, napi leír magának az ember, tehát hogy, 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 ezek nagyon fontosak, és én azt gondolom, hogy, hogy vissza lehet jelezni nyugodtan a rész sikereknél, és ugyanez lesz a kulcs egyébként a fogadalmaknál is, hogy, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nem szabad azt érezni, hogy de most, de most milyen jó, hogy ezt megcsináltam, és hogy elértem, de szabad. Tehát hogy az, az, a jó hír, hogy szabad, mert hogy nem, nem, csak ostorozni, sőt azt, azt lenne, ha nem csinálnánk, hanem hogy azt is szabad, hogy, hogy egy, egy sokat küzdöttem valamilyen, mondjuk, hogy reális célokat tűzzek ki, és mondjuk hetente fél kilót fogyjak, az egy reális cél. Öt kilót fogyni hetente, az nem reális cél. Ugye ezt tudjuk dietetikusoktól. És hogyha azt elértem, akkor igenis szabad magam megjutalmazni egyszer-egyszer. És hogy egyébként ez tök fontos dolog, hogy például... Egy egész tortával például. Igen, tehát hogy, a, hogy a nem, nem persze ló tulajdon, de, de, hogy itt nem, de, hogy, de, hogy, nem kell teljes abstinencia. Tehát, hogy ezt például a dietetikus is mondták, hogy ha csak a táplálkozásra gondolunk, de több más cél is lehet, akkor is az van, hogy igaziból nem baj, ha egyszer-egyszer elkövetünk egy hibát, mert tudjuk ellensúlyozni. Úgynevezett bűnös napok. Csalónap. Csalónap, igen, igen. nem bűnös nap. Igen, igen és ez, ez, ez jó, hogyha, hogyha csak ilyen viccesen tud maradni, de hogyha az ember azt mondja, hogy izé, hogy egy hogy gaz vagyok, hogy még ezt se csináltam meg, most szándékosan túlzok, akkor ott, ott már lesz egy negatív érzés, hogy nem vagyok jó, nem vagyok alkalmas, nem vagyok elég jó, és ezeket jó lenne elkerülni ennek a önkontroll, meg egyéb kérdéseknek a tükrében, mert hogy, mert, hogy nem visz előre. Tehát, hogyha a véletlenül botlunk, akkor is fogadjuk el, hogy botlottunk, és mondjuk azt, hogy ez része volt annak a folyamatnak, aminek az lesz a vége, hogy sikerülni fog. Egy pont ez történt velem tavaly, hogy egy diétában benne voltam, és karácsonykor nem tudtam élvezni semmilyen ételt, meg Most elengedtem, most, most, mindent tenni fogok. Így nem lesz lelkiismert tudásom, fölösleges. Egyébként ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert hogy azt, azt meg megfigyelték, hogy, hogy az, az emberi agy alapvetően úgy van e, e, kialakulva ugye az evolúció folytán, hogyha például meghallja azt a szót, hogy diéta, ugye erre azért sok volt másik világháború éhezések, stb., akkor elkezdi egyre kevesebb energiaforrással e, ugyanazt a szintet fenntartani, és egy idő után az lesz, hogy, hogy már csak meghallja azt a szót, hogy diéta, akkor már, mit tudom, 200 kalóriával kevesebből is el fogja látni a szervezetedet, és ezért nagyon fontos, hogy például nem kell minden diétának nevezni. Tehát akkor mondjuk azt, hogy életmódváltás, többet fogok mozogni. És akkor nem fog a szervezet egy ilyen radikális összeszűkülésbe kezdeni, hogy úristen csak elég legyen a kaja már. Hogy azt eszem, amire szükségem van, vagy ami nekem való egyénileg személy szerint, és akkor egyben nem a fogyókúra és a para jut eszembe, hogy úristen, mindent megennék, mert akkor még jobban éges az ember, azt vettem észre, ez ja. Ki van mondva? De egyébként azért az ilyen kapcsolatos fogadalmak esetében mennyire játszik nagy szerepet az önkontroll? Hát én azt gondolom, hogy az önkontroll az mindenben igaziból. Hát ugye, hogyha a Májvacukor kísérletre gondolnak a kedves nézők, amikor ugye a 4-6 éves gyerekek elé tették a Májvacukrot Amerikába, és azt mondták nekik, hogy 15 percig, ugye az egy gyereknek borzasztó sok, 15 percig, ha itt lesz még, visszajövök 15 perc múlva, ha még itt lesz, mire jövök, akkor kapsz kettőt hogy ez egy gyereknek borzasztóan nehéz. És ugye azt találták, hogy ez Walter Michel nevű kutató, hogy ha, ha abban az időszakban már négy-hat évesen valaki ezt meg tudja csinálni, tehát erős az önkontrollja, annak később jobbak lesznek a tanulmányi eredményei, jobbak lesznek az emberi kapcsolatai, mert az önkontroll igazából mindenben tök fontos. És itt, nem arra kell gondolni, hogy akkor mindent elfolytunk és semmit nem fejezünk ki, ez egy tök más dimenzió, hanem arról van szó, hogy egyszerűen tudom az aktuális impulzusaimat, az aktuális vágyaimat egy későbbi pontra késleltetni. Tehát azt mondom, hogy tudom, hogy most megehetném ezt az egész tortát, de akkor az lenne, hogy ezért nem eszem meg. De mi volt a másik opció? Vagy azzal, hogy megeszi az egészet a gyerek? Megeszi rögtön. Megeszi rögtön, hát az rögtön az jobb. vagy kap. Ez hát nem jobb. Hát az impulzus a rendelkezők azonnal, ugye, hogy azonnal megeszik, azonnal behabzsolják, megveszik, azonnal megveszik, azon, nem tudnak leállni mondjuk a használatáról. Aki meg tud, ugye ő meg tud, és akkor az energiát, Egy időt igen. is tudja másra fordítani. Későbbi sikerességet is lehet akár mérni. Abszolút, ezt és a ezt a szokták a és a is, társánál. hogy, hogy ők a jobb tanulmány eredményekkel bírnak, jobb kapcsolataik vannak, mert például a kapcsolatokban is tök fontos, hogy, hogy nem mindent mondjak azonnal el a másiknak, hanem például tudjam egy kicsit tartalmazni magamban az infókat, és utána mondjuk egy ilyen normális, nem erőszakos kommunikációval elmondani a másiknak, hogy figyelj, ez most nem volt oké. Okay. És még a végén megkérdezném, hogy te magad szoktál egyébként fogadalmakat tenni szilveszterkor? Nem. Nem, nem. nem. Szilveszekor elsősorban így pihenni szoktam, épp közben így kevés, kevésbé sikerül, főleg, hogy ugye ez egy vizgédőszokot követ általában, és egy egyáltalán nem szoktam. Nem szoktam, de, de, de olyanokat szoktam, hogy nagyon szeretnék mondjuk elmenni a barátokkal futni, és azt meg is szoktam valósítani, hogy végre, végre akkor sikerül. De nem azért, mert kell, hanem mert így döntött, hát úgy beszélgetni, de ehhez van kedve. Igen, meg hogy meg ugye az csatlakozik az, hogy végre ilyenkor találkoznak többet az emberek karácsonykor, és mondjuk a barátaikkal is például, és akkor összekötik a kellemes dolgokat, tehát a baráti összejövetelt, meg mondjuk a futáston mind a kettő. Azt hiszem megint okosabbak lettünk, mint tavaly is, hogy hogyan érdemes újévi fogadalmakat. Hogy euh, hogyan nem? Hogyan nem érdemes, igen, de inkább maradjunk a pozitív végkicsengésnél, hogyan érdemes újévi fogadalmakat meghozni. Dornel Lászlónak pedig köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Boldog új évet kívánunk. Boldog új évet, <laughs>